A magyarországi globalizáció kritikus mozgalomról írt könyvet Mikácz Dániel, a Republikon Intézet munkatársa, az azonnali pedig eljött a könyvbemutatóra, hogy megtudjuk, mi is a gond a globalizációval. Nehéz kérdés. Hogy a globalizáció kritikus mozgalmak is ezt kifejtették, talán a probléma az az, hogy a közösségeket nem tartja tiszteletben, és ezt lehet akár jogilag vagy kulturálisan is felfogni. Nem választott rezsimek, vagy például a multinacionális cégek azok, amelyek döntéseket hoznak, vagy befolyást szereznek a közösségek fölött. És ennek vannak kulturális, környezeti és a szuverenitást érintő következménye is. Nem a globalizációval van baj, hanem a globalizáció jelenlegi neoliberális irányával. Az, hogy a tőke globális szabad mozgásának semmiféle korlátot nem ismer el, illetve amik vannak szociális-ökológiai korlátok, ezeket folyamatosan igyekeznek a különböző kereskedelmi egyezmények révén elsöperni. Gyakorlatilag a föld alapvető erőforrásai fognak kimerülni, itt most klímaváltozás, biodiverzitás csökkenés, fajkihalás, nagyon sok mindent mondhatnék, és ez most már az emberiség létét is veszélyezteti, szerintem ez a legnagyobb probléma. Szabályozatlansága. Bővebben? Úgy tűnik, hogy ezt a tőke és munka közötti egyensúlytalanságot, ami a mindenkori globalizáció ellenes, a kritikus tüntetéseknek a sajátossága volt, illetve genezise, az egyelőre a tőke javára kezd eldőlni, ez a küzdelem, a mindenkori tőke javára, hiszen ez egy ilyen sziszifuszi közdelem. Én nem gondokat látok, nem a globalizáció szempontjában látok gondokat, a világnak van egy csomó problémája, amire szerintem leginkább a globalizáció ad jó válaszokat. A globalizációhoz való viszonyunk az nagyon különböző. Én magát a globalizációt az emberiség fejlődésének egy legjelentősebb előrelépésének látom. Hiszek abban, hogy ha nem tudjuk túllépni a nemzetállami kereteket, ha nem tudunk közösen a föld egésze, az emberiség egésze kérdésekre válaszolni, akkor abba tényleg bele lehet pusztulni. Maradjunk a parlamenti választás, az európai parlamenti választás, a centrum és a félperé férje a kérdésköre, ebben Magyarország hol is helyezkedik, és abban kiderült, hogy nem tudjuk igazából, hogy a centrumban vagyunk-e, vagy a centrumon kívül vagyok, és nyilván ebbe adódik az összes kérdésünk, problémánk, felvetésünk, akár Európát illetően is. És mit lehet csinálni? Ellenállni. Intézményesülni kell a mozgalmaknak olyan formákba, ahol is képviseletet tehetnek szert, vagy felhatalmazása, ergo pártok, vagy erősebb, kevésbé cseppfolyós mozgalmi szerveződésekbe. Hát a globalizációkritikus mozgalom, amik tüntettek, ők mozgolódtak ezért, ellencsúcsokat szerveztek, amikor összeült a Világbank vagy a WTO. És hát ha nem is egy ilyen baloldali globalizációkritika, de hát Magyarországon egy ilyen kormánypárti jobboldali globalizációkritikát látunk most. Szerintem alapvetően kell átgondolni a jelenlegi életünket, a fogyasztói társadalmat, a gazdasági berendezkedést és minden olyan folyamatot, amit tulajdonképpen ebben az irányban hat, hogy egyszerűen úgy fogyasztjuk a föld erőforrásait, hogy azok gyakorlatilag kimerülőben vannak, és felborítottuk azt a természeti egyensúlyt. Hát például a lobby szervezeteket ki kéne seprűzni Brüsszelből. Legyen átlátható az, hogyha milliárdosok, különböző nagyvállalatok európai tisztviselőként lobbiznak, akkor legyen világos az, hogy miért és miről tárgyalnak a különböző döntéshozókkal. Azt hiszem, hogy az LMP volt az első ilyen formáció, és talán ez, ami legtisztában képvisel ezt a globalizáció kritikai agendát a maga módján. Az utóbbi időszakban az sokat bírált baloldali pártok is felvettek a tematikájukban olyan ügyeket, témákat, amelyek mondjuk 15 évvel vagy 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, kezdve a lakhatási szegénységgel, a klímaváltozás kérdéseik, egészen a városi térrel mit kezdjünk dolgáig, élelmiszerbiztonság. Ezek 2010-ben az LMP témájú vannak, most már azért a mainstream, már amennyire Magyarországon a baloldal mainstream, beszéltünk mainstream baloldalulnak is az agendáján fönt vannak. És mi az, amire a globalizáció tudja a legjobb választ megadni? Hát lényegében az összes létező problémáról kinőtte az emberiség a szűk kereteit, kinőtte a törzsi, a nemzetállami, a földrészi kereteket. Ha ezt nem tudjuk következetesen végigvinni, ha ennek az ellenkezőjét, a befelé fordulást válik értékrendés, mondom sajnos a magyar politikai életben, és nem csak a magyarban, hanem általánosan jellemző ez a fajta globalizáció, ez ellenesség, akár a Trump világában, akár Orbán világában, és sajátom a többit, annak nagyon komoly kárvallottai leszünk mindannyian, meggyőződésem szerint. Hát szerintem Európát meg kell változtatni. Tehát Európa, hogy ma van, az uniós intézményrendszer, az egy korábbi a centrum országokra fölépített intézményrendszert jelenti. Muszáj lesz változni, és mindenki belátja, hogy az új bizottságnak a programja
azért picikét talán más jellegű lesz, más ő pontokat fog elejezni